Hősök napja, ez a neve annak a programnak, amelyen minden héten szerdán részt vehetnek az Ánkai Erzsébet tábor lakói. A cél, hogy a fiatalok első kézből ismerhessék meg a tűzoltók, a katasztrófavédelem, a rendőrök, a mentők és a honvédség munkáját. Jönnek a részletek Ridavics Páltól. Szervusz! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket innen Zánkáról, ahol már javában tart ez a bizonyos rendezvény. De hogy mit kell tudnunk erről a bizonyos rendezvényről, azt Simicskó Istvántól, a hazafias és honvédelmi nevelősért felelős kormánybiztostól kérdezem, mit is kell tudnunk erről a rendezvényről? Sok jó dolog találkozik itt, sok-sok program, és legfontosabb, hogy a gyermekeinkről szól. A gyermekeinkért tesszük mindezt. Az Erzsébet táborok program a sikeres program, a kormányzatnak egy nagyon-nagyon szeretett, szerethető programja. Évente több mint 101 gyermek vesz részt ezekben a programokban. Itt most minden szerdán, minden héten, minden turnusban hősök napja van gyakorlatilag, hiszen azokkal a közösségünket szolgáló emberekkel találkozhatnak, azokat a hivatásokat gyakorló emberekkel, akik kiválóan űzik a hivatásukat, és értünk dolgoznak a a tűzoltók, a katasztrófavédők, a rendőrök és a katonák, és számos olyan eszközzel találkozhatnak, és nyilván azokkal a személyekkel, azokkal az emberekkel, akik egyébként bemutatják ezeket az eszközöket nekik. Szimulátorok vannak, sportlövészetet lehet gyakorolni, vívást lehet gyakorolni, judót lehet gyakorolni, és közösségépítésnek számos lehetőséget adja meg az Erzsébet tábor. És itt vagyunk mi is a Honvédelmi Sportszövetség részéről, sok-sok eszközt hoztunk mi is, és nyilván az érdekek azonosak, hiszen a gyermekeinket ezen keresztül szeretnénk egy egészséges nemzettudata nevelni, lássák azokat a hivatás gyakorló szakembereket, hogy hogyan dolgoznak, mi a munkájuk, és én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy azokat az embereket, azt a hivatás gyakorló közösséget mindig becsüljük meg, akik értünk dolgoznak, akik a civil állampolgártársaikat szolgálják, ha baj van. És hát az jó lehetőség nyilván ezeknek a szervezeteknek is, hogy itt a fiatalok láthatják őket, kipróbálhatnak számos eszközt, és adott esetben fölkelthetik az érdeklődésüket is az adott hivatáshoz, majd amikor felnőttek lesznek. Egy kicsit megelőzte a következő kérdésemet. Mennyiben tud segíteni egy-egy ilyen alkalom, vagy például itt az Erzsébet táborban ez a mostani rendezvény ahhoz, hogy egy kicsit talán erősebb legyen a hazafias nevelés? Szerintem nagyon sokat tud segíteni mindez. Azért is zseniális ez az ötlet a kormányzat részéről, hogy Erzsébet táborokat szervez, hiszen nagyon sok gyermeket tudunk így megszólítani, megmozgatni. Én azt látom, hogy a világon szinte egyedülálló, nagyon sok országban vannak ilyen táborok, de ennyi gyermeket egyszerre egy időben megmozgatni, ráadásul gyönyörű helyszínen itt Zánkán, meg nyilván szemben is Fonyódligeten, tehát a Balaton környékén a gyerekek szívesen jönnek, látszik, hogy mennyire élvezik, látszik, hogy sorban állnak a különböző eszközök kipróbálására, és így tudat alatt indirekt módon nagyon szépen ki lehet alakítani az érdeklődésüket, és helyes irányba terelni, az értékrendjüket pedig erősíteni, a hazához kötődésüket szintén növelni. Tehát a legfontosabb, hogy mindig a gyermekeink szívében legyen ott a hazaszeretet érzése. Az ilyen alkalmak szerintem mindig hozzátesznek egy pici kis mozaikot ahhoz, hogy ez egy teljes kép legyen, és megszerezzék majd azt az egészséges nemzetudatot, amelyre mindannyiunk szüksége van. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Másik oldalon pedig itt van Bódis József oktatásért felelős államtitkár. Államtitkár úr, oktatási szempontból miért lehet fontos ez az alkalom itt Zánkán? Több okból. Egyrészt azért, mert táborozni jó, és az a közösségépítő erő, ami egy tábori környezetben azokkal a programokkal, amelyeket megélnek a gyerekek, hatványozottan tud jelentkezni. De arról is szól ez a történet, hogy vége az iskolai oktatásnak, tartalmas szabadidő eltöltés legyen, és azt gondolom Magyarország egyik legszebb helyén ilyen népes gyerekkörnyezetben szakavatott és elhivatott nevelők társaságában és olyan szervezetek közreműködésével, amelyek professzionális módon tudják bemutatni a mindennapi életet, és a mindennapi életben a hétköznapi hősök munkáját, amelyeket a gyerekek nem csak, hogy mondjam, megnéznek, hanem meg is tapasztalhatnak. Azt gondolom, hogy egy életre tartó vagy szóló élmény gyűjteménnyel tudnak hazamenni majd. Milyen pluszt adhat egy-egy ilyen tábor a gyerekeknek? A közösségi élményen túl barátokat, személyes tapasztalatokat, módszerekkel, eszközökkel, szakemberekkel, és egy olyan fajta feltöltődést, ami az iskolán túli és a nagy életre való felkészülés tekintetében meghatározó jelentőségű.
Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Azzal búcsúzom innen Zánkáról, hogy ahogy önök is hallhatták, innentől kezdve minden szerdán ilyen és ehhez hasonló statikus és dinamikus bemutatók várják majd a gyerekeket. Ridavics Pálnak Zánkáról köszönjük szépen.